Sziasztok, Joanne vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban custom contentet fogunk készíteni. A legutóbbi ilyen videóban megmutattam nektek, hogy hogyan kell egy ruhát átalakítani, egy custom contentet készíteni belőle. Most ugyanezt fogjuk tenni, de egy hajjal. Azt hiszem, hogy ilyet még egyáltalán nem mutattam nektek. Egy icipicit más az eljárás, úgyhogy ma ezt fogjuk megnézni. Mégpedig egy olyan hajjal, ami egy alap szimszes haj. Ezt a hajat fogom egy icipicit átalakítani, és remélhetőleg elég tudást átadni azoknak, akik kíváncsiak erre, hogy hogyan lehet átalakítani egy szimszes hajat. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem. Az első dolog, itt is az lesz, hogy meg kell nyitnunk a Sims 4 stúdiót, és ebből kell lementenünk a fájlokat. Ide be kell írni a creator nevet, nekem az most ki lesz takarva, hogy ne lássátok, és akkor tudtok elkezdeni custom contenteket készíteni. Ugye itt találjuk meg majd a hajakat, úgyhogy erre kell először rámenni, és be kell neki állítani, vagy nem kell, de érdemes beállítani, hogy mit keresünk, mert akkor sokkal könnyebb lesz megtalálni. Például tudom, hogy egy hajat keresek, és még azt is tudom, hogy ez a base game-ben van, úgyhogy ezt a hajat fogom most megkeresni. Meg is van, itt van a haj, láthatjátok. Ki kell jelölni az összes szint, én ezt úgy szoktam megtenni, hogy kijelölöm az elsőt, lenyomom a shiftet, és az utolsót kijelölöm, és akkor az összeset kijelöli nekünk, nem kell egyesébe végigmenni rajta. Ez egy kicsit sok lenne, úgyhogy így szoktam megoldani, aztán pedig rámegyek, hogy next. Itt el kell mentenünk valamilyen néven a hajunkat, mondjuk legyen az a neve, hogy minden custom contentemet így kezdem, Joanne Gaming aláhúzás, és a vége pedig legyen az, hogy alap haj újra gondolva, csak ennyi, addig annyi, mert elég hosszú lesz. Oké, és akkor ezt elmentjük. Ez lesz az a fájl, amit majd be kell tenni a dokumentumokba, miután lementettük, és akkor ezáltal tudjuk majd módosítani a hajat. Ugye így néz ki most a hajunk, és egyetlen egy színnek a mesét fogjuk lementeni. Én úgy tudom, hogy a világosakkal érdemes dolgozni, mert azokon jobban látszik, hogyha akad valami probléma, úgyhogy most mi is ezt tudjuk tenni. És ezzel az ezüst színű verzióval fogunk dolgozni, átmenjünk ide a mesh fűre, és kiexportáljuk a nullás verziót. Amikor a kiexportálás megtörtént, akkor magától megnyitja nekünk azt a fájlt, ahova ez le lett mentve, és erre kell kettőször rákattintani, hogy megnyissa. Ugye le kell tölteni hozzá a blendert. A leírásban leteszem nektek, hogy mik azok a programok, amiket le kell ezt tölteni, és hol találjátok meg őket. Itt is van a blenderünk, és akkor ebben fogunk mostantól dolgozni. Na tehát itt van a kis karakterünk, és hát el kell első részt dönteni, hogy melyik hajjal szeretnénk foglalkozni. Az a helyzet, hogy minden hajat külön kell megcsinálni sapkanézetben. Még nem jöttem rá, hogy hogyan kell átmásolni és úgy megcsinálni, annyit még nem foglalkoztam a dologgal. Mindenesetre, ha ezt eltüntetem, akkor láthatjuk, hogy ez lesz a haj, mert hogyha ezt leveszem, akkor csak egy ilyen sapka nézet tűnik el, ha ezt leveszem, csak egy ilyen sapka nézet tűnik el megint csak, tehát ez lesz maga a haj, amivel foglalkozni fogunk. Nekem az a trükköm, hogy mindent Z-vel jelzek, az lesz az első betű, hogy Z, és akkor haj, mert akkor azt mindig a legvégére fogja tenni, és tudni fogom, hogy nekem azzal kell dolgozni, a többi dologhoz nem is nyúlunk hozzá. És akkor átmegyünk az edit módba, itt is vagyunk, és többféleképpen hozzá lehet látni ehhez a hajhoz, többféleképpen lehet rajta módosításokat végezni. Én azt szeretném, hogyha nem lenne ilyen bubos a teteje, és talán egy kicsit hosszabb lenne ez a haj, úgyhogy nézzük meg, hogy én ezt hogy oldanám meg a lehető legegyszerűbb módon. Ehhez pedig be fogom kapcsolni a Proportional Editing, ez a neve. Erre van most szükségünk. Mindig elfelejtem, hogy hogyan kell bekapcsolni, minden egyes alkalommal meg kell néznem a YouTube-on róla egy videót. Valószínűleg most is így fog történni, de megpróbálom bekapcsolni nélkül. Természetesen most is újra meg kell néznem, hogy hogyan kell. A Connected-re kell rákattintani itt, és ha ez megvolt, akkor megnyomjuk a G betűt, majd megint a Z betűt, és egy kör jön nekünk itt elő. Lesz egy ilyen körünk. És ennek nagyon örülünk, mert ez a kör ez arra képes, hogy
A körön belüli részeket, ups, ezt nem akartam. Ha ilyesmi történik, ez azért van, mert véletlenül megnyomtam a Z-t a G nélkül, akkor úgy tudjátok visszaállítani, hogy itt visszaállítjátok, hogy texture. Oké, tehát. Ilyenkor, hogyha megnyomom a G-t, akkor lesz egy ilyen kis körünk, remélem, hogy lehet látni a G betűt, és azért jó ez a kör. Na hát nagyon úgy néz ki, hogy ezeknél a fajta hajaknál ez a módszer, ez nem célravezető, úgyhogy megpróbáljuk a másik módszert alkalmazni, ami pedig a másik módszert viszont ebben a módban tudjuk elérni, hogyha erre rákattintatok, itt pedig kiválasztjátok ezt a fajtát, és egy kicsit megnagyítjuk, akkor ezzel is lehet a hajat egy kicsit befolyásolni, és ezzel is ki lehet alakítani, de nagyon óvatosnak kell lenni, hogy csak nagyon piciket mozgassunk a hajon, amíg elégedettek nem leszünk az eredménye, mert hogyha túl nagyot mozdítunk rajta, akkor nagyon furcsán tud kinézni a végeredmény. De ezzel lehet akár változtatni elég nagyokat a hajon, szépen meg lehet itt hosszítani az elejét, akár a hátulját is hosszabbra lehet venni. Ennek a méretét itt lehet változtatni. És nagyon pici, finom mozdulatokkal tényleg lehet vele játszadozni, hogy mikor tetszik már a végeredmény, és még mikor nem. De így akár át lehet teljesen alakítani ezt a hajat. Láthatjátok, most már teljesen másképp néz ki szerintem, mint ahogy a kiindulásnál, és egy jóval hosszabb haj lett. De hát ezen nyugodtan lehet még hosszítani. Csak ugye arra kell figyelni, hogyha túl hosszú lesz, akkor bágos lehet, úgyhogy azért ne szálljatok el vele teljesen. De mondjuk talán, hogyha csak ide a háta tetejéig ér, akkor talán nem lesz vele probléma. Azt még talán elbírja. Még talán itt is egy kicsit beljebb húznám, és akkor már lehet, hogy tetszeni fog a végeredmény. Itt ezt nyugodtan át is lehet írni, meg így lehet húzogatni, ahogy én is csinálom. És nem mindig jön össze a húzogatás. Mind a két módszert szokták amúgy használni a hajaknál, ezt is, meg a proportional editinget is, csak most így ezt nem tudom használni sajnos ebben az esetben, mert ez a haj ez nem egy olyan kialakítású, amire lehetne azt használni. Na, így néz ki jelenleg, és nézzük meg, hogy a játékban hogy néz ki. Hát nem sok mindent csináltunk vele, és mégis majdnem egy teljesen más hajat kaptunk. Természetesen itt is lehet csinálni azt, mint a ruhák esetében, hogy levágjuk, aztán azt is lehet, hogy összetapasztjuk egy másikkal, de az már sokkal-sokkal bonyolultabb művelet, úgyhogy csak egy ilyen kis pici módosítás az sokkal egyszerűbb, és hogyha megvagyunk, akkor el tudjuk menteni. Én Ctrl-S-sel szoktam, és akkor így rámentjük a másikra. Visszamegyünk ide, és itt tudjuk feltölteni a végleges hajunkat. Itt aztán végig lehet menni az összes lódon és az összesre rátölteni. Végig is kell menni, és végig is kell csinálni, hogyha azt szeretnétek, hogy tényleg használni tudjátok ezt a hajat, tehát itt az összesre fel kell tölteni a mesünket. Ez azért fontos, mert ezek azok a szintek, hogy milyen távolságból mennyire mutatja a hajat, vagy milyennek mutatja, úgyhogy azért érdemes tehát mindig át feltölteni. Én mindig a legjobbat ezt a nulláset szoktam használni, és aztán ezt töltem rá az összes többire, meg, mert ő visszaalakítja olyanra, amilyenre szerinte jó lesz. És akkor nincs más hátra, mint elmenteni ezt a MOC mappába, ugye a dokumentumok MOC mappába, elindítani a játékot, és megnézni, hogy hogyan sikerült ez a gyorsan rögtönzött hajunk. Beléptem a játékba, és már rá is adtam az egyik karakterre a hajat, amit készítettem. Így néz ki. Ugye egy picit lett hosszabb. Nézzük meg az eredetihez képest, hogy mennyi változás történt. Itt van a karakterünk az eredeti hajjal. Így nézett ki a haj. Rövidebb, és itt máshogy néz ki, illetve magasabb a tetejénél is. És így néz ki a custom content haj, amit készítettem ebből a hajból. Úgyhogy így nagyon egyszerűen is lehet ilyen custom content hajakat készíteni egy másikból.
Még megmutatom nektek, hogy hogyan néz ki ez világosban, hogy úgy is lássátok. Így néz ki szőkében. És ugye így nézett ki eredetileg. Ez sem rossz ez a haj, de nekem azért tetszik most ez, amit készítettem, mert kicsit hosszabb és kicsit lazább. A másik az nagyon szoros, nagyon kifinomult stílushoz teljesen jó, viszont egy laza hétköznapra szerintem ez a haj sokkal jobb, és szerintem csinos is. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, illetve arra gondoltam, hogy akkor ezeket a custom contenteket feltöltögetném, és elfelejtem most már ezt a Patreon oldalt, mert teljesen felesleges, inkább készítek egy weboldalt, és oda fogom ezeket feltölteni, és teljesen ingyenesen, regisztráció nélkül le fogjátok tudni őket tölteni, akár Google Drive-ra felteszem, vagy valami ilyen helyre, ahonnan pillanatok alatt le tudjátok őket tölteni, úgyhogy ezt is ott fogjátok majd megtalálni. Még nincsen kész a weboldal, készülőben van, úgyhogy lehet, hogy nem azonnal lesz fent, de az összes custom contentet, amit eddig készítettem, és akkor ezt a hajat is felteszem nektek, és akkor le tudjátok tölteni, hogyha szeretnétek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, is hasznos volt, és hogyha azért maradtak ilyen üres rések, hogy valamit nem mondtam el, vagy nem volt világos, nyugodtan kérdezzetek, mert szerintem lesz még ilyen custom content készítős videó, és akkor ebben elmondom nektek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!